Életbe lépett az olajembargó és az olajársapka. Néhány napon belül kiderül, hogy ennek hatására lesz-e elég olaj Európában. Bár a piac egyelőre kivár, elemzők szerint a brüsszeli szankciók áremelkedéshez és ellátási zavarokhoz vezethetnek. Az intézkedések Magyarországot nem érintik közvetlenül, hiszen mentességet harcolt ki az intézkedés alól. De szakértők szerint az egyre súlyosabb piaci feszültség begyűrűzhet, ami akár a magyar benzinárstoppot is veszélybe sodorhatja. My final point, number five, on sanctions is oil. Május elején ismertette a hatodik szankciós csomag tervezetét Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke arról beszélt, az EU szeretné fokozatosan megszüntetni az oroszországi kőolaj behozatalt, illetve a finomított olajtermékek importját is. Teljes behozatali tilalom lesz minden típusú olajra, tengeri hajókon szállítottra, a csővezetéken érkezőkre, a nyers olajra és a finomított olajra, jelentette ki Ursula von der Leyen. Vagyis bő két hónappal a háború kitörését követően Brüsszel már energiaszankciókról beszélt, holott tavasszal még azt ígérték, nem vezetnek be ilyeneket. Végül hosszas vita után fogadták el az újabb szankciót, amely értelmében nyersolajat december 5-től, finomított olajtermékeket pedig jövő februártól tilos importálni Oroszországból. Ez felért volna egy atombombába, de sikerült elkerülni. Magyarország viszont kiharcolta, hogy átmeneti kivételt biztosítsanak a csővezetéken érkező kőolaj esetében azoknak az uniós tagállamoknak, amelyek földrajzi helyzetük miatt nem rendelkeznek más lehetőséggel, mondta akkor Orbán Viktor miniszterelnök. Így Magyarország, Szlovákia és Csehország is mentesül a december 5-én életbe lépő szankció alól. A hatásai azonban ezekben az országokban is érződnek. Az elmúlt hónapokban az Oroszország elleni szankciókat támogató országok az utolsó perceket is kihasználták arra, hogy annyi olajat vásároljanak Moszkvától, amennyit csak tudnak. Így az orosz exportbevételek nemrég 5-7-es csúcsra értek, és egy hét alatt elérték a 149 millió dollárt. A közelgő szankciók hatására az orosz tengeri kőolaj export 5 havi csúcsra napi 3,6 millió hordóra ugrott, elérve a hatodik szankciós csomag bejelentése előtti szintet. Soha nem ideológiai és nem is politikai kérdésként tekintettünk az energia ellátás kérdésére. Magyarország kőolaj ellátása ellehetetlenülne, ha nem mentesülne az olajembargó alól, ezt Szijjártó Péter mondta Pozsonyban. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, a kormány megvédi az ország energiabiztonságát, és amíg nem növelik meg az Adria kőolaj vezeték kapacitását, addig Magyarország ráutalt az orosz kőolajra. Magyarország kőolaj ellátása csak akkor lehetséges fizikailag, hogyha Oroszországból tudunk kőolajat venni. Ez nem ízlés kérdése, ez nem egy politikai állásfoglalás, ez a fizikai valóság. És azt mi nem akarjuk, hogy Magyarország energiaellátása veszélybe kerüljön. Ezért küzdöttünk a kivételért, és ezért örülünk annak, hogy ezt sikerült elérnünk. Az Origo arról ír, hogy a brüsszeli olajszankcióknak súlyos gazdasági következményei lesznek az Európai Unióban, ugyanis amellett, hogy hiányhoz vezetnek, az árak is emelkedni fognak. A benzinárstopp veszélybe kerülhet az olajembargó miatt. Bár az olajembargó nem érinti közvetlenül Magyarországot, de a miatta kialakult egyre súlyosabb piaci feszültségek a benzinárstoppot is veszélybe sodorhatják, mondta Hortai Olivér az M1-en. A századvég szakértője szerint Európa szerte emelkedni fog az olajár és a beszállítási költségek, illetve logisztikai problémák is lehetnek. És még egy sor olyan probléma felidézhető, amelyek felfelé hajtják majd az energiaárakat, és ezek az erők, ezek a hatások, ezek Magyarországra is begyűrűznek, és veszélybe sodorhatják a benzinárstopp intézkedést. Hortai Olivér hozzátette, egyelőre még nehéz megbecsülni, hogy az olajembargónak hosszú és rövid távon mennyire lesznek súlyosak a következményei, ugyanis korábban még nem volt arra példa, hogy az Unió lemondjon az igényeinek egynegyedét fedező orosz olajszállítmányokról.